Erkó! Erkó! Hova? Hova, hova kiszolgál? Még világgal, Gyurka bácsi. No fene! Hát aztán csak úgy búcsú nélkül hagytál volna itt engem, a keresztapádat. Na gyere, üljünk le előbb egy kicsit. Üljünk le nálam, aztán nem bánom, mehetsz. Mondjad csak, az iskolával van baj? Azzal. Hát hallottam felőle. Szót értettem a héten a tanító uraddal is. Kértem, mondja meg, mi válik belőled? Teje vagy duró? Hát nem jót mondott. Azt mondta, se tej, se túró, hanem aludtej. Na mit szólsz ehhez? Cintra mindig csúfol. Nincs nekem életem. Egyszer meg is vert, de én nem merek visszajutni, mert olyan erős, hogy egy karján megbírja a tótágast. Öcsém, hát csak ez a baj. Ha miért nem szóltál előbb? Tudok én orvosságot erről is. Mindjárt előkerítem, megállj csak. Mit visz? Na, mit szólsz ehhez, deákom? Hát, elég csúnya jószág. Szép volt ez ezelőtt 40 esztendővel. Szép bakacsin fekete bársony volt. Még a zsír ki nem verte. Sejem pántlikája volt. Még az egér meg nem rágta. Vadonat új kalap volt ez, amikor én juhászbojtárra cseperedtem. Fel nem tenném 100 forintot. Nem, felteszed bizes 100 forint nélkül is, deákom. Mert ez csoda kalap. Akinek ez van a fején, az testben és lélekben 100-szor olyan erős lesz, mint az előtt volt. Még fejen is megbírja a tótágast. Látod, belőlem is azért lett ilyen nevezetes ember, mert ebben nevelkedtem. Na, bújj bele. Mutasd. Mutasd! Égyni. Hey, a kutya meg a macska. Olyan vagy benne, mint Árgyilus királyfi. Kár, hogy az én kvártélyom falán nincsen tükör. Na hát, viseld egészséggel. Aztán, hogyha holnap reggel iskolába mégy, otthon ne feledd. Nem, köszönöm. Nézzétek, milyen szép kalapos puli. Jaj, de szép. Na hát, gyönyörű. Az a szörű. Ebb aztán valami. Az anyját. Hé! Noha! Hát nem szóltam. Neked! Táguljatok! Noha, táguljatok! Akarsz valamit? Akarok! Nesze, te gazfickó! Nesze! Az anyád! Hát ezt még senki sem merte! Ha nem volt elég kapasz, vég! Na hát! Lehult cintulánul a királyság. Jól megverte a híres vezér. Menjetek kisákba. Harmadik osztály, olvasókönyvet előtt. Második osztály, füzetet. Negyedik, ötödik osztály kiszámítja, ami a táblán van. Első osztály, palatáblán előtt. Na, Szűcs Ferkó. Tudnál-e olyan szavakat mondani, amelyek B betűvel kezdődnek? Betyár, bitang, bajnok, babérja, babona, bátor, bátor, bére, béke. Jól van, fiam. Hogy hívják a keresztapádat? Messzi Gyurkának, ugye? Anna. Találkoztam vele tegnap. Derék ember.
Ha beszélsz vele, mondd meg neki, hogy tiszteltetem. Igenis. Szóval, csodát tett a híres kalap? Köszönöm, keresztapám, nem vagyok már puli. A múltkor meg itt felejtetted a világjáró batyudat. Nincs már rá szükség? Nincsen. No, akkor a kalapra sincs szükség. Add csak ide. Ne járj benne világ csúfjára. Csak nem gondolod, hogy ebben a rossz kalapban tündér van? Hát akkor hogy van ez? Nincsen benne tündér? Nincs. Nem csoda kalap? Nem hát. No hát. No azért ne hagyd el magad. Kalap nélkül is bátor a bátor.